A Sashegy ott magasodik Buda közepén. Láthatja mindenki, aki Pestről a Bakcsomóponton át a Balaton felé autózik. A rejtélyes kopár csúcsok feltűnnek akkor is, mikor a budai bárban megállunk a Tóth Árpád sétányon, és akkor is, mikor egy sokkal feldúltabb városrészben a Kelenföldi pályaudvar környékén emeljük fel tekintetünket. A szerencsésebbek az ablakukból naponta megcsodálhatják a Sashegyet. De vajon tudják-e, hogy odafönn a hegyen milyen különleges természeti értékek rejtőzködnek? A Sashegy különleges természeti értékét az adja, hogy olyan fajok is élnek itt, amelyek jöhetett lehűlés és felmelegedés, több ezer éven át menedéket találtak ezeken a dolomit sziklákon. A Sashegy közel van a városhoz, és ezért a természetkutatók hamar felfigyeltek ennek szépségeire, az itt élő növények és állatok ritkaságoknak a fontosságára. Kitaibel Pál volt az első neves természetkutató, a magyar Linné, aki ezen a helyen fedezte fel a pannongyíkot, és azután később róla is nevezték el tudományos nevén Ablepharus Kitaibelinek. De folytathatnánk a sor Sadlerrel, aki a Pest megye flóráját megírva fölhívta a figyelmet a Sashegyén élő benszülött fajoknak a fontosságára. Majd jönnek azok a kutatók, akiket én már személyesen is ismertem, így például Balogh János, aki nemrég hunyt el, aki itt írta a doktori disszertációját, és több mint 170 féle pókot azonosított, sok közülük csak ezen a helyen él az egész világban. 1942-ben Pénzes Antal írta meg Budapest élővilágát népszerűsítő stílusban, és ő hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos ezt a területet megvédeni. A Sashegy védetté nyilvánítása az utolsó pillanatban történt meg. 1958-ban 30 hektáros területen létrehozták a budai Sashegy természetvédelmi területet, de kellett még néhány év, mire mindenkiben tudatosult, hogy ez nem építési terület. Itt van egy igazi kuriozitás, a csikófark, tudományos nevén Ephedra disztáhia. Érdekessége ennek a növénynek, hogy ezek itt mind porzós virágok, és legközelebb a Gellérthegyen van termős virágú növény, ott viszont csak termős virágú van belőle. Megporzásnak így van némi távolságbeli akadálya, de azért szerelem mindent legyőz. Gondoljunk csak arra, hogy ha nem lenne semmiféle korlátozás ezen a területen, olyanok, mint amilyen én voltam annak idején, és ezért most bűntudatot is érzek, a sziklákon mászkálva, növényeket taposva milyen jelentős károkat okoznak. Ugyanakkor nem szeretnénk ezt a területet elzárni teljesen a nagy közösség előtt, tanösvényeken maradva, az értékekre felhívva a figyelmet, próbáljuk ezt a területet, ennek a értékes növény és állatvilágát az utókor számára is megőrizni. 2008-ban a védetté nyilvánítás 50. évfordulóján megújul a természetvédelmi terület. Jó járhatóvá válik a tanösvény, újra biztonságos lesz a híd, talán az orgonát is sikerül visszaszorítani, és júniustól új kiállítás várja a látogatókat. Még nem dőlt el, hogy a nagy célt sikerül elérni. Szeretnénk, ha a Sashegyre érkező látogató újabb 50 év múlva nem csak kiállítást, de különleges természeti értékeket is találnának a hegyen.